Egészen február közepéig őrizte bajnoki veretlenségét a nyíregyházi együttes, akkor viszont a Deac Campus Fesztivál vendégeként 5 pontos vereséget szenvedett Debrecenben a Sunshine Nyikse. Azóta 3 meccset játszott a Kovács Tibor tanítványai, és mindhárom találkozó magabiztos nyíregyházi győzelem született. A BKG Prima Akadémiát 30, majd 40 ponttal vertik asztalosék, a legutóbbi fordulóban pedig mezőberényből tért haza 31 pontos győzelemmel a Nyikse. Papírform eredmények születtek, természetesen mindegyik meccsre úgy készültünk, hogy maximálisan komolyan véve az ellenfelet arra koncentrálva, hogy a mi saját játékunkat próbáljuk a lehető legjobban hozni, legjobb teljesítmény nyújtani. Ez mind a 3 meccsen sikerült is, és én úgy gondolom, hogy a csapat bebizonyította, hogy nem véletlenül van az élmezőnyben, sőt, hogy vezetjük a tabellát. Egy magabiztos, én azt gondolom, nagyjából, nagy többségben jó teljesítmény nyújtva sikerült győzünk mind a 3 mérkőzésen. Ez elvárható volt, de örülünk ennek a teljesítménynek. A Sunshine Nyikse már alapszakasz győztesként utazik vasárnap Békéscsabára. A mérkőzésnek a presztízsen túl is van tétje, ugyanis a rájátszásra a csapatok viszik magukkal eddigi eredményeiket. Jelenlegi kiírás szerint az első 5 helyezett csapat még egy kört játszik, ami egy 8 meccses rájátszást igényel. Soknak tűnik, és ebben a 8 meccsben bármi történhet. Nekünk a célunk az, hogy próbáljuk megőrizni ezt a szép helyezést. Lehetnek elvárásaink, nagyon sajnáljuk a Campus Fesztivál elleni vereséget, illetve menet közben kialakult az erőviszony, és a Békéscsabáról is hallottuk, hogy magasabb céljaik vannak, szeretnék azt a régiót NB1-s csapattal, még egy NB1-s csapattal megerősíteni. Úgy is erősítettük a saját csapatukat, komoly szerkezettel, ilyen szinten komoly játékos állománnyal rendelkeznek. Nagyon nehéz dolgunk lesz. Bízom a csapat jó szereplésében, próbálunk megfelelően taktikailag felkészülni, bizonyos jellegű változtatásokkal, meglepetéssel az ellenfél elé lépni. Nagyon reméljük, hogy ez sikerülni fog. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Sunshine Nyikse vezeti 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 11-3-as mutatóval álló Békéscsabát és a 10 győzelem mellett 3 vereséggel szenvedő Deac Campus Fesztivált.